Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a társalgóban. Három témával készültünk mai kulturális magazinunk nézőinek. Először is beszámolunk az összművészeti gáláról, amelynek keretében mutatták meg a tanév vége felé közeledve a Bartókos diákok tudásukat, felkészültségüket. A programon mi is ott jártunk, felelevenítjük a gála egyes pillanatait ma este, és beszélgetünk is róla természetesen. Stábunk az Ovisok tavaszi táncgáláján is jelen volt, hogy hogyan zajlott a rendezvény, megmutatjuk Önöknek, és elmondjuk, mire készülhetnek Makó születésnapja a közelgő Városnap alkalmából. Természetesen ezúttal is játszunk, ahogyan a múlt héten is tettük. A nyertesek a képernyő alján látják a neveiket, azt kérdeztük, mit ünneplünk május 1-én. Természetesen a munka ünnepe volt a helyes válasz. Játszani tehát ma is lehet a 06-34-47-14-64-es telefonszámon és Facebook oldalunkon várjuk a helyes válaszokat arra a kérdésre, hogy egy előadó nevét szeretnénk, ha megírnák nekünk, aki fellép a városnapi rendezvények valamelyikén. És amit nyerhetnek, az természetesen egy 2000 forintos Glorious utalvány, és a Szegedi Nemzeti Színházba kétszer két darab belépő. Vonós, ütős, fúvós hangszerek szólaltak meg a múlt héten csütörtökön rendezett összművészeti gálán, ahol nem csak a zene, hanem emellett a tánc is szerepet kapott. Egy kis összefoglalót mi is készítettünk az eseményről, most ezzel kezdünk. Thank you.
Az összefoglaló, vagy inkább csak ízelítő után beszélgessünk egy kicsit magáról, a koncertről. A makói művészeti nevelés szép hagyományaira, eredményeire méltán büszke lehet a város, kiváltképp lehet büszke az az iskola, amelyben lassacskán már 50 éves hagyománya van a zenei képzésnek, és ezt az örökséget viszi is magával, és szép eredményekkel gazdagítja még az Állami Művészeti Iskola. Vendégeim Szilágyi Réka, az iskola vezetője, Gábor Nagy Árpád karnagy, és Becsei Balázs, az ütő tanszakot erősítő fiatal dobos. Köszöntelek benneteket itt a társalgó stúdiójában. Szép hagyománya van az iskola által szervezett koncerteknek, programoknak, rendezvényeknek, hiszen az egész tanévet átíveli tulajdonképpen ezeknek a koncerteknek a sokasága. Milyen gondolatiság mentén születtek ezek a koncertek, milyen hagyományokat ápoltok ezáltal, Réka? A Makói Általános Iskolában és Alapfokú Művészeti Iskolában évek óta hagyomány, és egyben kollégáimnak a pedagógiai célkitűzése, hogy a mai fiatalságot a komoly zene és a klasszikus zene szeretetére neveljük. E gondolatfüzér mentén minden évben több koncertet tartunk a Zenevilág napján, Ifjú Zenebarátok napján, karácsonyi koncert, illetve a most láthatott tavaszi művészeti gálán. Ez egy összművészeti gála. Itt nem csak a zenei tanszak diákjai léphettek fel, hanem a táncművészet is bemutatkozott. Így van. Láthattunk szóló hangszeres produkciókat, kamarazenélést, ütőegyüttesünk, vonós tanszakunk növendékei szerepeltek, illetve az ifjúsági fúvószenekar, és a zene mellett valóban most a táncművészet is szerepet kapott, néptánccsoportjaink, balettcsoportunk szerepelt a rendezvényen. Ez egyfajta seregszemléje voltak éppen így a tanév vége közelettével mindannak, amit egész évben a diákok elsajátítanak, igaz, Árpád? Így van, így van. És épp a műsorkoncepciónk is attól ilyen céltudatos, hogy művészeti csoportokat mutatunk meg, mert igazából ennél hatékonyabban nem tudjuk tenni. Így, tehát például egy zenekar esetében palettára kerül az összes fúvós hangszer, amit mi tanítunk. Nyilván egyesével kiállítani ez sokkal hosszabb lenne, viszont így, hogy zenekari formában megjelenünk, ez így jóval látványosabb. Hát meg a közös zenélés élménye szerintem egészen más a fiatalok számára. Igen, igen. Tehát végül is, ha azt gondolom, hogy mondjuk a fúvós oktatásnak én bátorkodnám nevezni a csúcsának, mert egyénileg mindenki a főtárgy óráján elsajátítja a megfelelő technikai tudást, ezt egy kicsit kisebb kamarákban már bővítheti, de igazából akkor, amikor egy 40-50 fős zenekar egy komoly és összetett művet játszik, tehát szerintem az oktatásunknak és ennek a zenélés fajtának ez lehet a csúcsa a mi esetünkben. Mennyi gyakorlás van ebben, Árpád? Igazából ez nehéz megítélni, mert ami munkaórát csak tudunk, azt beletesszük. Ez esetben, ha beszélhetünk róla, tehát hogy hamarosan készülünk egy nagy művészeti projekttel, én, ha jól tudom, még nem volt ilyen a városban soha, és itt az imént elhangzott koncert alkalmával mondhatjuk, hogy tettünk egy főpróbát, de nem lőttünk el minden poént. Tehát igazából jövő héten készülünk egy filmzenei koncertre, ebből most egy darabot eljátszottunk, hogy azért mégis milyen abban a közegben élőben eljátszani, de igazából azon felül, hogy filmzene, és ami még nem volt, hogy ezek a filmzenék, ezek vetítéssel egybe fognak megszületni. Tehát a zenekar az sötétben úgymond fog játszani zenekari lámpákkal, és hátul pedig nagy kivetítőn az adott zenének a megfelelő film változata fog hátul vetítésre kerülni. Hú, hát ez nagyon izgalmas, majd még térjünk vissza a beszélgetés okay. végén erre a koncertre, de Balázs is hadd szólítsam meg, hiszen a kamarazenélésről is szó volt, és hát az Igen. ütőegyüttes, a Drummer Hands, ugyebár most már az egész város ismeri a neveteket. Egy szép példája a kamarazenélésnek. Hogy készültetek erre a koncertre? Minden hét péntekén este készültünk erre a koncertre, és ezt a darabot nem csak ma adtuk elő, hanem majd a pavilloni koncertünkön is elő fogjuk adni, és nagyon sok gyakorlás van emögött.
Hát és nektek azért van nehéz dolgotok, mert ütő hangszerre írt műveknek olyan nagyon nagy klasszikus zenei irodalma nincsen, tehát ti jószerével mindig feldolgozásokat kell, hogy játszatok. Igen, igen, igen. Ilyen, ehhez honnan szerzitek be a zenei anyagot? Andi néni interneten le tudja tölteni, és aztán Laci bácsival összeírják a tudásukat. És akkor nekiálltok, és hányan vagytok az együttesben? 12-en tanárokkal együtt. És mindig nagyon szép eredményeket hoztok, szép versenyeredményekkel büszkélkedhet ez a csapat. Igaz? Igen. Térjünk is rá gyorsan erre, hiszen egy ilyen koncert arra is lehetőséget ad, hogy a legkiválóbb tanulók bemutatkozhassanak, a nagyon kiemelkedő teljesítményt bemutatók. Ebben az évben is számos szép versenyeredményetek született. Így van, nagyon büszkék vagyunk a diákjainkra, akik nem csak a koncerteken, városi iskolai rendezvényeken szerepelnek kiválóan, hanem adott megyei versenyeken, regionális versenyeken is kiváló helyezéseket érnek el. Áprilisban rendezték meg a Csongrád megyei fafúvós versenyt, ahol a klarinét, illetve a szaxofonos növendékeink hoztak el olyan gyönyörű eredményeket, hogy 8 növendékünk ért el első, második, illetve harmadik helyezést különböző kategóriákban, illetve korcsoportokban. A Marosmenti Fesztiválon is szereztünk külön díjat népdaléneklési kategóriában, bronz minősítéseket szólóhangszeren, a regionális gitártalálkozón az egyik növendékünk a legmagasabb elismerést, a Nívó díjat szerezte meg, és természetesen még a versenyek során ezzel nem ért véget, hiszen májusban megyei fuvola versenyen vesznek részt növendékeink, hegedű versenyre készülnek még a tanítványaink, úgyhogy ennek még a sorozata azt hiszem itt nem zárult le. Térjünk vissza egy picit akkor a koncertsorozatra, amellyel ti minden évben megörvendeztetitek a diákokat és a szüleiket is. Ennek van egy koncepciója ezeknek a koncerteknek. Igen, valóban van egy koncepciója, mint ahogy említettem azt, hogy mindenféleképpen a zene fontossága, tehát a 21. század pedagógiájában egyre több helyen pedagógiai szakértők és pszichológusok is megerősítik azt, hogy a mai gyerekeknek igenis fontos, hogy zenét tanuljanak. Nem csak azért, mert a képességeik és a készségeik iszonyatos mértékben fejlődhetnek, hanem amit itt említettek a kollégám és Balázs is, hogy a kamarazenélés, a közös muzsikálás adta élmények egy olyan pluszhoz tudják nyújtani a növendékeket, amit talán másból nem kaphat meg. A lelke másabb lesz annak a gyereknek, én úgy gondolom, aki zenél, vagy zenét tanul. De színesítették ezzel a város kulturális életét is, hiszen így olyan van. Programokat is szerveztek, ahová a nagy közönséget is várjátok nagy szeretettel. Így van, természetesen, egész Makóváros lakosságát a koncertsorozatokra, táncgálákra, képzőművészeti kiállításokra rendszeres résztvevői vagyunk, múzeumban, könyvtárban rendezett kiállítások megnyitójának és bármilyen városi rendezvénynek. Ebbe a sorozatba fog beleilleszkedni, akkor ez a koncert, térjünk vissza rá, tehát akkor mire készülhetünk május 5-én? Filmzenei koncert lesz. Ez a városnapi rendezvénysorozatok egyik állomása, és nagy izgalommal vagyunk egyébként, mert tehát a zenekar életében egyébként ez a kezdeményezés az úgy alakult, hogy az évek folyamán annyi kisebb, vagy nagyobb, könnyebb, vagy nehezebb filmzenét sikerült megtanulni, hogy lassan egy koncertre való összegyűlt, és ezt meg kiegészítettük idén egy jó pár újabb filmzenével, célirányosan, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy ez még eddig nem volt. A zene és a film ahogyan találkozni fog, úgy gondolom, hogy egy különös hangulata lesz az egésznek. Hova készülünk? A Hagymaházban lesz a koncert? Hagymaházban lesz a koncert május 5-én. Így van, este 6 órai kezdettel. És az ifjúsági
fúvózenekar. Így van, az iskolán kisfiúsági fúvózenekar fog játszani. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és beszélgettünk erről a zenei tevékenységről, tulajdonképpen művészeti tevékenységről, amellyel nem csak a fiatalokat, hanem a város művészeti életének egészét tudjátok nevelni, formálni, és sok élményt adni nekünk. Tehát a zenebarátokat május 5-én várjuk a Hagymaházba, erre a rendhagyó koncertre, és elköszönésképpen a játékra hadd hívjam fel a figyelmüket, ugyanis az a mai feladványunk, hogy egy előadó nevét kell beküldeniük nekünk a hagyományos 06-34-47-14-64-es telefonszámra, amely előadó a városnapi rendezvények valamelyikén fellép. És hogy a következő témát is összekapcsoljam a most elhangzottakkal, a művészeti nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, szerencsére ebben is szép hagyományai vannak a városnak. A makói óvoda hagyományos tavaszi táncgáláján kétszer is megtelt a nézőtér, szintén a Hagymaházban, az óvodások néptánccal és dalokkal tarkított játékos műsorral kedveskedtek a közönségnek. Íme a bejátszás erről az eseményről. A legnagyobb kincsünk mégiscsak a gyermekeink. Az én gyermekem is ide járt ebbe az óvodába, az erdélyi püspök utcai óvodába. Innen indult, a legjobb alapokat kapta meg itt az óvodában az elmúlt 3 évben, és ma már lassan 18 évesen országos versenyekre járt. Mert az itt dolgozó óvopedagógusok mindent megtettek azért, hogy úgy indulhasson az iskolába, hogy valóban utána szellemi tudását gyarapíthassa. De ehhez a legfontosabbak az alapok. Ezúton szeretném megköszönni mindannyiunk nevében az itt dolgozó óvopedagógusok munkáját. Szeretném az intézményvezetőkön keresztül minden pedagógusnak, dadusnak megköszönni azt a mérhetetlen nagy fáradtságot, fáradozást, azt a felelősségteljes munkát, amit nap mint nap gyermekeinkért végeznek. Kérném szépen az intézményvezetőket és igazgatóasszonyt, hogy fáradjanak a színpadra, hogy együtt köszönhessük meg nekik munkájukat. Igen. Polgármester asszonynak köszönjük szépen, és felkérem Bába Andrásné intézményvezetőt, Gaudi Mártonné intézményvezető helyettest, és Nick Andrea tag intézményvezetőt. Közel 20 éves múltra tekint vissza, hogy a makói óvoda megrendezi minden évben immár hagyományossá vált gyermektánc gáláját. Közel 120 kisgyermek fog ma színpadra lépni, 5 csoportnyi kisgyermek. Velük szakszerűen gyermektánc oktatói végzettséggel rendelkező kollégák foglalkoztak az egész nevelési év során, és ilyenkor mutatják be a gyermekek a szülőknek és az érdeklődő rokonoknak azt, hogy mit tanultak egész évben. Pedagógiai programunkban kiemelten szerepel a gyermektáncoktatás, a néptáncoktatás. Elkötelezett hívei vagyunk a nevelő munkánkban a néphagyományoknak, a néphagyományok átadásának és átörökítésének a gyermekek számára, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ezzel is megismertessük a gyerekeket. Nem csak gyermektáncokat tanulnak, hanem a gyermekekben fejlődik ilyenkor a beszéd és mozgáskultúrájuk, a téri tájékozódó képességük, megtanulnak udvariasan viselkedni, és megtanulják a hagyományokhoz kötődő népszokásokat is. Nagyon közel áll hozzájuk ez a népdalkincs, ez a népi játékgyűjtemény, a mondóka világa, és mint ahogy a régi gyerekek is nagyon közel voltak a természethez, a mai gyerekek is azért nagyon fogékonyak erre a dologra, és nagyon szívesen készültek hétről hétre ezeken a kis foglalkozásokon.
Óvodánk mind a mellett, hogy ma néptáncgálát szervezett a gyermekeknek, tehetséggondozásban is kiemelt szerepet kap az egész nevelési év során a fejlesztő munkánk. Ebből egy fotókiállítás is nyílik a mai nap folyamán, hiszen közel 10 tehetséggondozó műhely működött mind a 4 épületünkben ebben a nevelési évben. Hogyha kellene kiemelni, akkor külön csoportra bontanám a művészeti ágakkal foglalkozó, úgy mint a Barkács, a néphagyományőrző tehetséggondozó műhely, és vannak a mozgásfejlesztő műhelyek is, ahol az ovi focitól a kézilabdáig minden megtalálható, illetve a Hold utcán működött sakk, ovi sakk, ahol a gyerekek különböző értelemfejlesztő játékokat tanulhattak meg, illetve az Erdély Püspök utcán jóga is működött ebben az évben. Közeleg a városnap, Makó születésnapja, amelyet az 1699-es pozsonyi oklevél kiadásának napjához köt a város, hiszen az ebben elrendelt adómentességnek és közmunkamentességnek köszönhetően települt újra a török hódoltság után szinte teljesen elnéptelenedett város területe. Innentől fogva egy teljesen új Makó története kezdődik, a város gyorsan fejlődött, a lakossága nagy iramban nőtt. Ezek után ez a dátum tehát egyfajta születésnap, ennek megfelelően évről évre az egyik legjelentősebb ünnepe Makónak. Vendégeink itt a társalgóban Barna Gábor marketingirodavezető és Tóth Ferenc külkapcsolati referens. Milyen hagyománya van Makón a városnapnak, Gábor? Értsük ez alatt úgy a kérdést, hogy vannak évtizedek óta megszokott programelemek, és mindig van benne valami újdonság, valami érdekesség is. Így van, Makó városa rendszerváltás követő évektől ünnepli meg május első hétvégéjén ezt a születésnapját, ahogyan fogalmaztál. A hagyományosnak tekinthető programok az ünnepi zászlófelvonás, amivel magának az eseménysorozatnak egy ünnepi fényt adunk. Ez követi mindig az ünnepi testületi ülés, ahol városi díjakat, kitüntetéseket adunk át. Ebben az évben is két kategóriában Makóvárosért emlékplakett és Makóvárosért emlékérmét fognak kiosztani ezen a pénteki ünnepi testületi ülésen. Nagyon fontos és úgymond hagyományos eleme a városnapi rendezvényeknek a különböző makói civil, sport és kulturális egyesületeknek a bemutatkozása, amelynek teret és helyet adunk ebben az évben is. Nagyjából két helyszínre csoportosíthatók ezek a fellépések, a Hagymaházba, valamint a főtérre, ahol a rendezvények túlnyomó többsége szokott sor kerülni. Valami nagyon fontos eleme az úgynevezett Portéka Mustra, ahol azok a makói kézművesek, szolgáltatók mutatkoznak be Makónak, illetve a városba látogatóknak, amely a makói értékeket hivatottak bemutatni. Ahogy a születésnapnál lenni szokott, vendégeket hívunk, vég nem látott vendégeket, messziről jött vendégeket. Az egyik ilyen jól megszokott és ismert programelem, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra is odafigyelünk. Most Jászló település vendégeskedik nálunk majd. Így van, a lengyelországi Jászlóból hívtunk meg vendégeket. Eddig hagyományosan csak delegációk érkeztek. Most ebbe kicsit szakítottunk az eddigi hagyományokkal, ugyanis hívtunk egy ifjúsági fúvózenekart is Jászlóból. A két település kapcsolatára visszamenve 1998-ban írtuk alá a testvérvárosi megállapodást. Az elmúlt két évben erősítettük meg ezeket a kapcsolatokat, sőt a tavalyi évben Jászlóban a borfesztiválon, tehát Jászlóban mindig van hagyományosan egy borfesztivál, azon megerősítettük azt a kapcsolatot, amelyet 98-ban kötött a két város.
illetve a lengyel-magyar barátság napján idén, amit a lengyelországi Pietrokov Tribunalszkiba tartottak, a két település polgármestere megegyezett abban, hogy a kulturális kapcsolatokat megerősítik, és ennek első állomása az, hogy itt a városnapon szerepelni fog a jászlói fúvoly zenekar szombaton 5 órakor a városi forgatag keretében. Egyébként ez a program összevág az ifjúsági koncepció azon részével is, hogy igyekszünk a fiataloknak lehetőséget biztosítani arra, hogy más települések kultúráját megismerjék, ugyanis a jászlói fúvózenekar tagjai azok 14-től 24 éves korosztályig lesznek jelen, szóval lehetőség lesz az ismerkedésre is. Úgyhogy bízunk benne, hogy a makóiak örömmel veszik ezt a programot, és megismerik a lengyel kultúrát, megismerik a testvérvárosunk kultúráját. Hol lesz a koncert? A koncert a városi forgatag keretében lesz. A főtéren. Hagyományosan kiemelt rendezvény az ünnepi testületülés, amiről már az imént beszéltünk. Itt mindig azok a makóiak kapnak elismerést, akik hosszú évek óta kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a város kulturális és közéletét. Mit kell tudni az idei díjazottakról? Az idei díjazottak, mint ahogy említettem, két kategóriában kapnak díjat. De már el lehet árulni, hogy kik ők. Természetesen. Most már. Igen. Fogok neveket is mondani. Tehát emlékplakett kategóriában három nevet kell, hogy említsek. Galamb Erzsébet az egyikőjük, aki elsősorban Galamb József, mint Makó szülöttének hírnevének ápolásában és ezáltal Makóváros hírnevének öregbítésében játszott szerepéért kapja meg az emlékplakett díjat. Szűcs Péter, a Signum igazgatója, azt gondolom a makóiaknak nem kell bemutatni, az oktatásban végzett kiemelkedő tevékenységéért kap emlékplakettet, valamint ebbe a kategóriába a tavalyi évhez hasonlóan van egy egyesület is, a Makói Úszóklub Egyesület, ahol az Úszóklub által elért sikereket méltatja ezzel a díjjal a város. Az emlékérme kategóriában több alkategória van. Az egyik fontosabb a nevelésügyért. Itt három pedagógus az, aki a díjazottak között szerepel. Egyikőjük Hajdú Márta, akit a Bartók iskolából ismerhetnek, zongoratanárnőnek a munkáját méltatja ezzel a város. Sisák Tibor tanár úr, aki a Galamb iskolában tanít hosszú évekre visszamenőleg gépészetet. Azt gondolom, hogy az ő neve is elég karizmatikus itt a városban. Valamint Stenszki Csaba tanár úr, aki a Juhász Gyula református szakképzőiskolában oktatott testnevelést, akik a nevelésügyben a díjazottak között találhatók. Makóváros biztonságáért Balog Róbert tűzoltóparancsnok fog elismerést kapni. A köznevelésért kategóriában Bölcsök Attila, aki a mai napig a József Attila Múzeumnak a dolgozója, és nagyon fontos Bölcsök Attilánál megemlíteni, hogy egy nagyon komoly magángyűjteményét ajánlotta fel a múzeumnak, és ezzel nyilván nem kérdéses, hogy mit is tett valójában Makóváros közművelődéséért, illetve egészségügy kategóriában két orvos kerül még az emlékérme díjazottak közé, dr. Kocsis Ernő főorvos úr, valamint dr. Jeszenszkiné, dr. Makány Julianna házi orvos. Az a jó a városnapban, hogy ma már a város teljes lakossága készül rá, lehet azt mondani. A civil szervezetek, intézmények, szinte a város napra készülődve állítanak össze programokat, rendezvényeket szerveznek ennek tiszteletére. Milyen olyan programokon vehetünk most részt, amit kifejezetten a civileknek, illetve az intézményeknek köszönhetünk? Nagyon sok program van, ha megnézik a városnapot bemutató plakátot ezzel kapcsolatban.
haladnék akkor sorban. A Vöröskereszttel működik együtt a város, akik egészségügyi szűréseket, valamint véradást szerveznek, akkor a makói óvodával, valamint a máltai szeretetszolgálatnak a makói csoportjával van együttműködésünk, ahol gyerekfoglalkozásokat fognak tartani. Akkor ide sorolhatnánk az egészségfejlesztési irodával való együttműködést, ahol közösen egy makói, nagyjából 5-6 kilométeres futás-kocogás kerékpározásra hívjuk a makóiakat a főtérről való indulással, illetve nyilván nem elhanyagolható azoknak a civil és sport egyesületeknek a bemutatkozása, amely a szombati napon május 6-án 1 órától a főtéri színpadon mutatkoznak be. Őket föl is sorolnám név szerint: a Makói Mazsoretta Egyesület, a Dolce Dance Salsa Club, a World Jumping Makó, Debreceni Annikó, Debreceni Gábor, világbajnok testépítők fognak bemutatkozni, a Spirit Fitness, Makói Budó Klub, Forgatós Tánc Együttes, a Feel Good Dance Company, Varga Balett Tánc Műhely, Maros Tánc Együttes és az Iris Tánc Klub Makói Sport Egyesület, és ebben a városnapi forgatagban fog bemutatkozni, amit a kollégám is említett már, testvérvárosunk Jászlónak a fúvós zenekara. Ezt a színes kavalkádot, ezt hány órától tekinthetjük meg? Ez szombaton 13 órától. A főtéren. A főtéren. Gyakorlatilag akkor ez itt estig szinte. A koncertig mindenképpen. Így van, tehát fél hétig tervezzük folyamatosan ezeknek a civil szervezeteknek a bemutatkozását, valamint nem elhanyagolható, hogy a főtéren, a városi kiállítóhelyeken elsősorban makói kézműveseknek és egyesületeknek adtunk arra teret, hogy be tudjanak mutatkozni, illetve nagy örömünkre volt olyan szakképző intézmény is, amely úgy gondolt, hogy ezen a városnapon be szeretne mutatkozni, ez pedig a Návai Szakképzőiskola. Hát ez nagyszerű programnak ígérkezik, és még csak ezután térünk rá azokra a fellépőkre, amelyek miatt azért mégis mindig nagy érdeklődés kíséri a városnapi programokat, már előzetesen mindenki kíváncsi rá, hogy ki fog fellépni, milyen nagy neveket köszönhetünk a városban. Ami tipikus koncert kategóriába tartozik, az a, hogyha időrendben haladunk, a pénteki napon 6 órakor a Hagymaházban filmzenei koncertet fognak előadni a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának az ifjúsági fúvós zenekara. Erről a filmzenei koncertről talán annyit érdemes tudni, hogy Morricone filmjeinek zenét, Star Wars filmzenéket, akkor különböző ismert rajzfilmeknek a zenéit varázsolják a színpadra. Itt még korlátozott számban lehet jegyeket kapni. Akkor amely elsősorban a fiataloknak szól, a szombati napon fél héttől Chase-nek a koncertje, aki a 2017-es Dalf című műsornak az egyik felfedezetje, az elődöntőkig jutott. Azt gondolom, hogy maga a választás annyiból is sikeres, hogy Makón a művészeteknek és a kultúrának vitathatatlanul nagy hagyománya van, és hogyha megnézik ennek a fiatal előadó művésznek az élettörténetét, elég sok hasonlatosságot mutat, akár a balett, akár a néptánc, akár a különböző hangszereken való játszásnak a tekintetében. Most itt nyilván az énekzenei tudását fogja megmutatni fél héttől szombaton, és ezt követően 8 órától Berecki Zoltánnak lesz a főtéren koncertje, és végül, de természetesen nem utolsó sorban, május 7-én vasárnap a Hagymaházban 6 órától Szentpéteri Csilla and Band jótékonysági koncertet tudnak megtekinteni. Erre már a múlt héten elfogytak a jegyek. Ez a jótékonysági koncertnek köszönhetően a Makói Kórházban kerülnek orvosi berendezések megvásárlásra. Tehát akkor ide már nem lehet jegyet váltani. Az egyéb programok viszont ingyenesek, ugye jól tudom? Igen, természetesen minden ettől, egy jótékonysági koncerttől eltekintve minden más koncert ingyenesen látogatható.
Hát én azt gondolom, hogy nagyon szép, színes, érdekes és vonzó programot sikerült idén is összeállítani. Mindenkit várunk tehát május első hétvégéjén. Ünnepeljük együtt a város születésnapját. Mai társalgunkba ennyi fért. Jövő hét szerdáig küldhetik el az üzeneteiket a 06-34-47-14-64-es telefonszámra és Facebook oldalunkra is. Azt a kérdést kellene megválaszolniuk, hogy egy előadó nevét kell megírni, aki a városnapi rendezvények valamelyikén fellép. A nyeremény természetesen 2000 forintos Glorious utalvány és a Szegedi Nemzeti Színházba is elmehet valaki másodmagával, sőt, két pár is megteheti ezt, hiszen kétszer két belépőt tudunk kisorsolni ezen a héten. Viszontlátásra, további szép estét kívánunk!